Idén a koronavírus járvány miatt az eddig megszokott beiratkozási rend is változik az általános iskolákba. Az ügyintézés és segítségnyújtás elsődlegesen online érkezik, de a szülők a bonyhádi általános iskolák munkatársaitól is segítséget kérhetnek. Eddigi megszokott rendszerünk az volt, hogy március végén tartottunk egy beiratkozással kapcsolatos beiskolázási tájékoztatót szülőknek és egy nyílt napot a gyerekeknek, ahol megvendékeltük őket, a tanítónénikkel foglalkoztak a tanítónénik a gyerekekkel, játszóházat csináltunk, tehát megismertek egy kicsit az iskolát és a tanítónéniket a gyerekek. Ezen kívül tavaly óta csinálunk egy olyat, hogy regisztrációs lap, és egy regisztrációt követően mi már elő tudjuk készíteni a felvételit. A mi iskolánk, a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, ez nem egy körzeti iskola, mondom úgy, nem egy kötelező felvétel biztosító iskola, tehát mi azokat vesszük fel, akik hozzánk regisztrálnak. Ebben az évben ez minden elektronikusan működött, tehát minden bemutatkozása az iskolának kiment a szülők felé elektronikusan, illetve a regisztráció is elektronikusan zajlott. A nem körzeti iskoláknak április 6-ától 24-ig van lehetőségük beiratni ezeket a gyerekeket, akik hozzánk jelentkeznek. Ez folyamatban van. Jelenleg arról tudok beszámolni, hogy 3 osztályt szeretnénk indítani, ezt terveztük is, ez úgy tűnik, hogy gyakorlatilag meg is telt, tehát gyakorlatilag már nem tudom, hogy sokan jelentkeznek-e, úgy látom, hogy megteltünk, és április 27-ig meg is születik a döntés, hogy kit vettünk akkor föl, és akkor mindenkit írásban ki is tájékoztatunk még erről. Április 28-ával pedig a körzeti iskolák folytatják a beiratkozást. Ilyen a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola is. Az egészségügyi állapot most az első, mondja Steiner Krisztián intézményvezető. Arra törekednek, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a személyes kontaktusok számát. Koronavírus miatt inkább az online beiratkozás felé kellett elmozdulnunk. Nyilván elsődleges a gyerekek, a szülők és a valamennyi alkalmazottnak a biztonsága. Ezért ebben az évben úgy változik a beiratkozás rendje, hogy április 28-tól kezdve van lehetőség a körzetes iskolába való beiratásra. Tehát aki a Széchenyi István Általános Iskolába szeretne beiratni a gyerekét, azt április 28-án teheti ezt meg. Van egy felület erre, ez a Kréta rendszerhez kapcsolódik, az iskola honlapján ezt elhelyeztük, és ott van erre lehetőség. Természetesen, hogyha valaki nem rendelkezik technikai eszközökkel, segítségre van szüksége, akkor időpont egyeztetéssel megteheti ezt az iskolában is, nyilván a biztonsági intézkedések megtartása után. A Kréta rendszeren belüli ügyintézésről több internetes felületen is tájékozódhatnak a szülők, hogy gyerekeiket a 2020-21-es tanítási évre hogyan tudják beiratni. Ahogy felvételünkön is jól látszik, az interneten elérhető videók lépésről lépésre megmutatják a beiratkozás folyamatát, így nagyban megkönnyítik a szülők dolgát. A Kréta felület kezelésében pedig az általános iskolák vezetői és munkatársai is minden segítséget igyekeznek megadni a szülőknek. Ezzel is könnyítve a jelenlegi rendkívüli helyzetet. Azoknak a szülőknek is megoldást kínálnak, akiknek esetleg nincs otthon megfelelő technikai felszereltségük. Hogyha segítséget kérnek, akkor személyesen bejöhetnek és megtehetik. Okiratok benyújtására a biztonsági intézkedések miatt nincsen szükség, erre alapvetően az első tanítási napon van lehetőség. Március 16 óta az iskola zárva van, alapvetően a tanulók, szülők és a pedagógusok sem járnak be, de aki segítségre szorul, esetleg nincsenek meg a technikai eszközei, hogyha informatikai eszközei nem állnak rendelkezésre, akkor egy telefonos jelzésre eddig mindenkinek segíteni tudtunk. Az iskola valamennyi laptopját, tabletjét és egyéb eszközeit rendelkezésre bocsájtottuk. Azt gondolom, hogy megnyugtatóan elindult a digitális oktatás. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek tudtunk segíteni. Egyébként ebben az időszakban az iskolában munka folyik természetesen, a technikai alkalmazottak elvégzik a szokásos tavasz nagy takarítást, és a felújítási munkálatok is zajlanak. A diákok digitális oktatásában való részvételét is igyekeznek a bonyhádi általános iskolák oktatói megkönnyíteni. Aki igényelte, azok számára az iskola már meglévő számítógépeit kiadták. Vannak valóban olyan gyerekek, akiknek nem áll rendelkezésükre az internet vagy a komputer nem biztosított otthon. Őnekik hetente kiküldünk postán keresztül anyagot, és akkor ezeket meg tudják csinálni. A másik verzió pedig az, hogy a gimnáziumban is úgy működött, hogy kiadtunk pár laptopot gyerekeknek, elég soknak, és az informatika teremből is, úgyhogy ők azon tudnak dolgozni, akinek van otthon legalább internet. Tehát ezzel próbáljuk segíteni a munkát. Pedagógusoknak szintén, tehát akinek szüksége volt erre, annak az iskolai gépeket kiadtuk.
Az általános iskolákba való bejutásról legkésőbb május 21-ig döntenek. Ezt követően írásban értesítik a szülőket a felvételi döntésről.